Na, sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit ebben az új videóban. Én Marki vagyok, és ebben a videóban 5 ijesztő és érdekes részletet fogom megnézni a Gumball Csodálatos Világot című meséből. Bizonyára sokatok ismeri ezt a mesét, de aki nem ismerni, annak mondok egy kis ismertetőt, hogy világosabb legyenek a dolgok. A Gumball Csodálatos Világát először 2008. május 8-án mutatták be, ami elég hosszú és híres karriert futott. Na de, miért is beszélek múlt időben? Mivel 2019. június 24-én sugározták az utolsó epizódot. Én igazából már lassan számítottam rá, hogy ezt be fogják fejezni, ugyanis mert tényleg nagyon sok epizódot láttak. Ami kár, mert én egyébként nagyon bírom ezt a mesét. De igazából annyira nem szomorú, mint aminek látszik, ugyanis 6 évadda büszkekedhet a rajzfilm sorozat. Mondtátok, hogy ne legyen facecam, hogy így ijesztőbb elvileg, hogyha nincs facecam, bár nem tudom miért. Szóval ezentúl szerintem úgy lesz, hogy csak az elején fogok beköszönni, és a végén elköszönni facecammel. Szóval lássuk is a mai termést, hogy mik vannak ezekben a videókban. Nézzük! Első, Nirvana. Rengeteg mesében vannak easter egg-ek, ahogyan ebben is. Két opció van. Az egyik az, hogy a készítők nagyon jól elrejtik ezeket a dolgokat szinte láthatatlanul, vagy éppen nem arra kalandozik a szemünk, és nem látjuk meg a megbúvó meglepetéseket. Előre szólok, hogy nem fogok túl sok videót bejátszani, mert copyright miatt félek, hogy esetleg letiltják a dolgokat. Most a sztori a következő. Richard és Nicole, ugye ők Gumball szülei, aki nem tudná, még Gumball születése előtt járunk jó pár évvel előrébb. Nos, ha megfigyeljük, amikor Gumball születik, Richard póláján megjelenik egy Nirvana logó. Aki nem tudná, a Nirvana egy régi együttes, akinek régebben öngyilkos lett az énekese. Egy Kurt Cobainnek hívták. Szóval Richard póláján megjelenik a logó, tudom ez annyira nem ijesztő, de szerintem tökre érdekes. Gondolom nem vette volna észre a többségünk. Második, Slenderman. Igen, tudom, ez már volt egy régebbi videómban, de mivel észrevettem még kettő érdekes dolgot ezen a felvételen, ezért be kellett, hogy rakjam. Bár lehet sokatok nem is ismeri ezt a felvételt. A lényeg az, hogy Richard éppen motorozik, amikor a háttérben megjelenik a Slenderman. Mi? A Slenderman ilyen mesében? Az csak egy próbabábú. Ácsi, a próbabábú az mióta tud teleportálni és pozíciót változtatni? Aha, hogy ez fizikailag lehetetlen. Szóval nem csak a Slendermannek kinéző próbababa teleportál, hanem a mellette lévő még kettő próbabábú is. Ami szerintem elég creepy. Szerintem a mesébe próbálták belecsempészni a Slendermant is, és végül is sikeresen, ugyanis sok embernek felkeltette a figyelmét. Na, de lássuk is a videót. Harmadik, Horror Teddy. Ebben a részben Steve Small, tudjátok, az a hippi, bemutat az osztálynak egy elég creepy felvételt, ahol eléggé, hogy is mondjam szépen, kinyírják Teddyt. Egyébként nekem ez a Small karakter alapból fura, mivel állandóan olyan nyugodt és lazán beszél, mintha valami tudatmódosító anyag hatása alatt lenne. Vagy én nem is tudom. Bár ez csak az én teóriám. Elég creepy maga ez a felvétel is, meg persze azok is, amik történnek benne, átkísér a nagyit az utcán, aki utána agyonveri, aztán nagy sebességgel átcsapja az autó, aztán mintha meghalt volna. És halúzik ilyen kisgyerekeket is, akik körül táncolják, a végén pedig mindenkinek le van fagyva az arca. Olyan, mintha a medve így a végén a mennybe került volna, aztán így meghalt, tudjátok. Na, de nézzétek is meg a videót. Watch out, little Teddy. Little Teddy is very excited because it's cookie time. But watch out, little Teddy. Oh. Be careful around ovens! Little Teddy has seen a bird. Hello, little bird. Watch out, little Teddy. Be careful around windows! Little Teddy is having fun in the backyard with a butterfly. Butterflies are pretty, but watch out, little Teddy. Be careful around garden tools! Little Teddy is helping the senior citizen. That's kind of you, Teddy. It's nice to be nice.
But watch out, little Teddy. Be careful around strangers! A car! Remember, kids, please take care, because danger's lurking. Okay, everyone take the rest of the day off. I'm just gonna... Negyedik. Gumball iskolája. Na ez az, amiről nem is tudtam, hogy ez létezik. Vessünk egy pillantást az iskolára. Semmi különös, ugye? Vagyis még nincs. Ugye ez az Elmore iskola, így hívják a várost, ahol laknak ugye Gumballék. Ez az iskola a való életben is létezik, és tökre ugyanúgy néz ki, mint a mesében. Az iskolának Abraham Lincoln High School a neve, akiről az egykor élt amerikai elnökről kapta a nevét. Egyébként tényleg ugyanaz, de még az utcák is ugyanazok. Egyébként majd később a videó végén majd visszatérünk az Elmore iskolához, de ha ez még mindig nem lenne elég, még Gumball ház is létezik, és a morcos szomszédjuk háza is. Szóval Elmore még több épülete megtalálható a valóságban is. Ötödik. Rejtett üzenet. Amikor Gumball és Darwin tévéznek a kanapén ücsörögve, pár másodperc erejéig ott maradnak egy adón, amin épp egy ilyen szófejtős műsor megy. Vagy hogy is hívják ezeket a műsorokat, annyira nem tudom. A lényeg az, hogy nincs megfejtve, de ha furfangosak vagyunk és ügyesek, ki lehet olvasni azt, hogy The show ends after season. És a végén ott egy kocka. Na ezt elmagyarázom, hogy ti is értsétek. Magyarul annyit jelent, hogy a műsor a szezon után zárul. A kocka pedig azért van ott, mivel a kockának 6 oldala van. Az érdekes pedig az ebben az egészben, hogy 6 évadig csinálták az egész Gumball csodálatos világát. Szóval egy rejtett üzenetben meg lehetett fejteni, hogy meddig is akarják csinálni ezt az egész rajzfilmet. Plusz egy érdekesség. Ez nem annyira meglepő és durva, de igazából szerintem érdekes. Az Elmore iskola bejárati ajtaja ugyanolyan színűek, mint a Waterson gyerekek. Soha nem figyeltem és nem vettem észre, csak így a képek után. Na de én is lettem volna mára. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen dobj egy lájkot és iratkozz fel. És persze a csengőt sem felejtsd el megnyomni a feliratkozás gomb mellett. Ugyanis küld értesítést az új videókról, illetve live-okról. Ha minden igaz. Gyermek kacok, még a nyáron hozzuk össze azt az 50 ezer feliratkozót. Ugyanis már tényleg nem sok kell. Én bízok benne, hogy meg lesz. Én hiszek bennetek. Na de most hát tényleg búcsúzok. Én Marki voltam. Tartsatok velem a következő videóban is. És hát sziasztok.